Nagy a sikere a KASZ-nak, ha visszatekintünk erre a 10 évre, mit lehet elmondani, mi a sikertitka? A elsősorban a nézőközönség, amihez persze társul az, hogy egy olyan fesztivált kell szervezni, amit néz is az ember. Tehát a komlóiak kultúra szeretete az ennek a fesztiválnak az egyik alapvető fundamentuma. Hiszen hosszú éveken keresztül jártam a legkülönfélébb amatőr színházi fesztiválokat, és sehol nem tapasztaltam azt az érdeklődést, ami itt van. Egyrészt, tehát most is 2000-hez közelítő össznézőszámmal dolgozott ez a fesztivál, ami a 10 programra vetítve a stúdió előadásokkal együtt, ez egy remek nézettség. Ez azt jelenti, hogy van értelme ezeket a fesztiválokat ilyen módon megcsinálni. Nagyon sok esetben látja az ember azt is, hogy, vagy láttam azt is, hogy voltak olyan alkalmak, olyan fesztiválok más városokban, ahol egyáltalán nem tudta a fesztivál megszólítani a helyi közösséget. Ennek a fajta párbeszédnek, tehát a színháznak a nézővel folytatott gondolati párbeszédét és lelki párbeszédét, ezt emelném ki leginkább. Tehát azért van Komlón ez a fesztivál, mert itt lényegében teltházzal mennek az amatőr színházi előadások. Mindenféle műfaj felsorakozott az idei évben is, 10 produkció lett a versenyprogram beválogatva, itt a zenés vígjátéktól kezdve a monodrámáig, az iskolai beavató színházi programtól kezdve a megírt drámáig, sőt kortárs ősbemutatót is gyakorlatilag fogadni tudtunk. Tehát nagyon széles a spektruma annak a kínálatnak, amit az amatőr művészek hoznak, ami ebből a világból itt elénk tárul, és azt hiszem, hogy nem volt olyan előadás, természetesen nem volt persze, ami valamilyen értéket ne hordozna. És ezzel az értékkel való találkozás kínálta lehetőséggel tud élni gyakorlatilag az egymás néző és a városból idejövő nézőközönség. Ez egy aktív dialógus. Ezen a fesztiválon, mint hogy minden más ilyen alkalmon, a Színjátékos Szövetség minősítési rendszerében kaphatnak minősítést a csoportok, tehát ez nem a fesztivál programjához képest alakul ki, hanem az országos kínálat és meghatározott tematika alapján osztódik ez a, hogy rossz szavakat keressek, osztódik ki ez a fajta minősítés. Itt a mostani fesztivál minőségét pont az fémjelzi, hogy a 10 produkcióból 5 arany és 5 ezüst minősítés került megítélésre, ami azért nagy dolog, mert léteznek olyan alkalmak, amikor mondjuk egy ezüst minősítésű előadás megnyer alkalmasint egy ilyen hétvégi rendezvény, tehát nagyon komoly szakmai színvonalat mutat ez a fajta információ. Végső kérdés, lesz 11. KASZ? Hát ezt a jó Isten tudja, majd mi készülünk rá, tehát nagyon szeretnénk, hogy legyen, és aztán a sors majd vezet bennünket.